A korlátozások eltörlésével újra várja a látogatókat a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményének könyvtára. Az igazgató elmondása szerint az újranyitás óta voltak már érdeklődők a nagykönyvtár dísztermei iránt, bár a kínálatuk még nem teljes, attól függetlenül remélik, hogy a látogatók száma lassan növekszik majd. Sajnos csak a felét tudjuk kínálni a látogatóknak, mint ami rendelkezésre áll, mert a múzeum felújítása még nem fejeződött be, de azért nagy várakozással nyitottuk meg a nagykönyvtárnak a dísztermét, már több mint egy héttel ezelőtt. Az a tapasztalatunk, hogy még vissza kell találni a régi kerékvágásba magának a turizmusnak is, különösen itt a végeken, ugye, nem a leglátogatottabb helyek közé tartozunk, maga Sárospatak sem, vagy a környék sem, még akkor is, hogyha természetesen nagyon fontos turisztikai látványosságok érhetők el ebben a régióban. Mi most ezért gesztusként azt kínáljuk a kedves látogatóknak, hogy nem kell fizetniük, ingyen látogathatják a nagykönyvtár termét, de ha kedvük van, akkor adományt adhatnak, mint egyházi intézmény adományt tudunk fogadni. Mostanában a nyilvánvaló, hogy a diákcsoportokról le kell mondanunk, vagy legalábbis jóval kevesebb látogatónk lesz ebből a körből, holott a látogatóinknak 70%-át általában diákcsoportok adják. Arra számítunk, hogy most inkább családok, kisebb közösségek látogatnak meg minket, és úgy is készülünk, nekik is kínálunk valami olyasmit, hogy élménnyel távozzanak el. Ez azért más jellegű, mint mondjuk egy homogén diákcsoportnak a látogatása, mert akár az óvodás gyermektől a nagymamáig is megjelenhet itt egyszerre egy kisebb közösség, és éppen ezért úgy kell bemutatni ezt a környezetet számukra, hogy elérhető legyen a kisgyermeknek is, és a nagymamának is, vagy a nagypapának is. Több mint egy heten nyitott ki az intézmény, és kis létszámban ugyan, de érkeznek érdeklődők azért, hogy megtekinthessék a gyűjteményt. Egy héten talán 20-25 ember látogatott meg minket, nagyon a kezdetek kezdetén vagyunk, és többnyire kettesével, hármasával kisebb közösségek, kisebb csoportok jöttek. Ma az első nap, hogy egy jelentősebb diákcsoport látogatott hozzánk. Remélik, hogy nem sokára újra nagyobb létszámban tudnak majd látogatókat fogadni, illetve a múzeum épülete is befejezésre kerül.